Befejeződött a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium energetikai korszerűsítése, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium sajtóirodája az MTI-vel. Kicserélték a homlokzati nyílászárókat, szigetelték a magas tetőt, a padlásfödémet, a lapos tetőt és a homlokzatot, illetve napelemes rendszert telepítettek. A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium szeptemberre lezárult fejlesztése eredményeként biztonságosabb, korszerűbb és környezetbarát intézményként működhet tovább. A tájékoztatás szerint a korszerűsítéshez szükséges több mint 630 millió forintot a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretéből nyerték el, ezt egészítették ki mintegy 9,6 millió forint önerővel.